elvesztegetett idő. Az emlékek soha nem teljesek, már eleve szakadozottak. Egyes elemeik élesek, belénk furódnak, ömlik a vér. Azt hittem, hogy már túl vagyok a múlton, vége, de sosincs vége. Igaz történet alapján. Sikerülni fog, Anna. Nincs ma, sem holnap, csak a most. Ennyi elég. New York, 1976. Hello, Mr. Wong. Hello, Mrs. Levin. A terítőkért jöttem. Tudja, mi történt? Otthon hagytam a nyugtát. Ide adná az elismervény nélkül? Tudja, melyik az? A zöld színű. A sötét zöld. Ma este vacsorát adok, és szükség lenne rájuk. Lehetetlen. Észrevetted, drágám, hogy szinte soha nem használom ezt a szót. Ez a szó eltűnt aznap, amikor ide érkeztem. Minden lehetséges. Lengyelország, 1944. Négy, hat, nyolc, kilenc. Most, hogy szinte már vége, minek kockáztatsz? Különleges lány lehet. Kettő. Nem mondod, hogy beleszerettél? A zsidók úgyis mind meghalnak. Négy, hat, nyolc, kilenc, kettő, négy, hat, nyolc, kilenc. Krausz szakaszvezető úrnak jelent a 159-es, hogy a berakodás kész. Rakomány 327 kenyér, 38 ládában. Jól van már. Szóval az a lényeg, hogy... Egyedesen állj, te rohadék! Állj fel! Állj már fel! Állj fel, te büdös kurva! Állj fel! Állj fel! Állj már fel! Úgy éltek, mint a patkányok! A patkányok a szemétdobban! És tudjátok, mit csinálnak a patkányok? A patkányok betegségeket terjesztenek, mint ti, paraziták! Gondot okozol nekünk. Mindenkinek! Nem mindenkinek beteg. Meg terhes kell dolgozni vagy. Az ennivalóért, ugye tudjátok? És amit ma műveltetek, az minden volt, csak munka, nem? Állj fel! Ez azt jelenti, hogy nincs evés! Barakokat kitakarítani! Schuster szakaszvezető úr, a 159-es hozott egy nadrágot. Megint Klaus miatt vagy itt? Igen.
Kraus egy kurva peci. Újabban folyton nyüzsög. Add oda. Javul. Megkaptad? Megkaptam. Akkor most már minden megvan. Két nap múlva lelépsz. Még nem. Tomás. Tessék. Tomás, nem tudnak tovább várni. Ne nyugtalankodj. Most kell menned és egyedül. Különben nem leszel elég gyorsan Varsóban. Egyedül nem nézek el ilyen rendetlenséget. Nem fogom itt hagyni. Mind lebukunk, ha elkapnak. Tudom, mit kell tennem, ha elkapnak. Ha megverik, beköp minket. A lány nem fog tudni semmiről. Ez fontosabb, mint egy ember sorsa. Hát semmit se értesz. A fényképek, Tomás. A világnak meg kell tudnia, hogy mi történik itt. De, hogy nagyon is jól értem. Meg lehet javítani? Javol. Egy szög állt ki a székéből. Elszakadt a nadrágja. Gyere ide. Rendeznénk egy kis ünnepséget. És kellene egy kis vodka, olyan, amilyet Krausnak és Becknek is szereztél. Hihetetlen, hogy a Jancs és Juliskánál igazi kenyérmorzsát használtunk, és a végén összesepertál. Én a lovaknak adtam a maradékot. 16 évesen nem akartam enni, nehogy tovább nőjek. Zsokinak készültem, de nekem voltak a legjobb lovaim Lengyelországban. Termeltem. Tenyésztetted? Tenyésztettem. Mennem kell. Ne. Yeah.
Mondd meg a férfinak, hogy terhes vagy. Szerezek neked gyógyszert. Erre nincs. Szerzek. Anna. Anna. Sokat gondolkodtam. Ha visszamész, megint az operába, akkor kell egy lakás a városban. Nem. Hogy mondjak lengyelül, hogy fogd be? Ich liebe dich. Négy, hat, gyerünk, igyekezz! Gyerünk! Kilenc. Gyorsabban! Mozogjatok! Tetve zsidó kurvák! Gyorsabban! Gyerünk! Mozgás! 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 Jézusom. Sich das nach
Vigye! Vigyom! Miért nem vagy még felöltözve? Még egyszer lezuhanyozok. Jobbik. Anya, itt vagy végre. Miss Gorska megjött, minden kész a partihoz. Megterítettünk, a tányérok kint vannak, a sonka az asztalon. A szalvétákat úgy hajtogattam, ahogy szereted, és hány üveg bort nyissak ki, mert azt nem tudtam, mennyit tegyünk ki. Köszönöm, drágám. Hálás vagyok. A beszédemben külön kiemellek majd. Gyerünk, mozogj már! Szedd a lábad! Szedd a lábad! Mozogj! Baltimoreban, Maryland. Szeretném megtudni a Vöröskereszt Baltimore irodájának a számát. Heil Hitler, szakaszvezető úr! Heil Hitler! David Szébe. A takarítókhoz, mi? Átkozott hőség. Engedelmével, szakaszvezető úr, inkább a bordéba kellene vinnie. Én is jól meg. Előbb én. Természetesen, a szakaszvezető úr. Indulj! Szakaszvezető úr! Majd szóljon, hogy megéri-e!
kertje. Hello, Mr. Wong. Hello, Mrs. Levy. A terítőkért jöttem. Borsóba indultam a Ó, tudja, mi történt? Otthon hagytam a nyugtát. Igen, ez egy föld. Ide adná az elismervény nélkül. Ma este vacsorát adok. És ez volt a neve. A sötét zöld az enyém. Mindjárt megnézem. A bátyámhoz akartam csatlakozni, aki szintén ott harcolt a németek ellen. Sok barátommal egyetemben. Fiatal srác voltam, tele romantikus elképzelésekkel, amikor elkaptak a németek. Nagyon romantikus lehetett. Igen, igen, nagyon romantikus. Hogy lehetett szerelmes valaki a koncentrációs táborban? Egyáltalán szabad volt beszélgetni a nőkkel? Nem volt szabad. Senkivel sem. Főleg a zsidókkal nem. És hogyan kommunikáltak egymással? Mi... Először csak a szemünkkel, azután később étellel. Mindig adtam neki egy kis kenyeret. Nem akartam, hogy... Szóval tudja. És megértette, hogy nagyon tetszik nekem, mielőtt még beszéltünk volna. Még mindig előttem van az arca. Az, amikor először mosolygott rám. Bocsánat. Megvannak. Azt csuttogta. Bocsánat. 802 ember próbált megszökni a táborból. Tessék, asszonyom. Köszönöm. A szalvétákat úgy hajtogattam, ahogy szereted. Hány üveg bort nyissak ki, mert azt nem tudtam, hogy mennyit tegyünk ki. Nem is tudom. Sandra Fulham vagyok, a Nemzetközi Vöröskereszt keresőszolgálatától. Miben segíthetek? Mrs. Levin vagyok. 1946-ban vettem fel a kapcsolatot az irodájukkal egy eltűnt személy miatt. A neve Tomás Limanovsky, lengyel. Nem találtuk, gondoltuk, hogy meghalt. És ma láttam a tévében. Anya, segítenél, léci? Beka, adj egy percet, rendben? Elnézést, mit mondott? Halló? Lehetséges, hogy mégis életben van? Meg kell találnom. De miért csuttog? Válaszolna a kérdésemre. Milyen kérdésre, hölgyem? Lehetséges, hogy mégis életben van? Asszonyom, próbáltál tudakozót? Azt akarja mondani, hogy a Vörös Kereszt nem találja meg azt, aki benne van a telefonkönyvben. Én nem voltam itt, amikor keresni kezdte. Honnan tudjam? Valószínűleg pelenkás volt, mikor keresni kezdtem. Oké, rendben, kapcsolom a főnököt. Ne, várjon, várjon! Ajj. Örülök, hogy eljöttél. Mrs. Levy? Igen? Jó napot, Mrs. Wilcox vagyok. Elnézését kérem az előbbi félreértésért. Miss Fulham szerint egy lengyel férfi eltűnését jelentette be néhány éve. Megvannak még azok az iratok? Igen. Megadná nekem az ügyszámot? Igen, egy perc türelmet. Halló? Az iratszáma RC1946/1791H/S. Köszönöm. A régi anyagokat az irattárban tartjuk. Megenged egy kérdést? Biztos benne, hogy akit a tévében látott, az az ember volt, akit maga keres? Lehet, hogy ő volt, de nem biztos. Értem. Nos, szeretné, ha újraindítanánk a kutatást?
Igen. Rendben van. Ha minden jól megy, 5-re itt lesz az anyag. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék néhány szót mondani. Például azt, hogy milyen sokat jelent számomra, hogy eljöttetek megünnepelni a hihetetlen kitüntetést, amit kaptunk. Volt egy ötletünk. Végigvittük. Reméltük, hogy valamit elérünk, hogy jobban értsük az emberi agy működését, és ezzel az ember szívét is. Ti vagytok a legjobbak ezen a téren, higgyétek el. Nagy megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhatunk. Egyben megköszönöm a férjeknek és a feleségeknek, hogy kibírták a sok magányos órát, amíg távol voltunk. És most ünnepeljünk. Mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! Mrs. Gorska? Igen? Legyen szíves, hozzon még 4 üveg fehérbort. Hozom. A sejem. Ebből csinálok egy szoknyát.
Vigyázz! Pihenjünk! Megdugom a babámat, megvédem a hazámat. Ez nem is vers. Nincs az a tűz, nincs mi, hogy forró, mint a titkos szerelem, mely ölemben ég, és senki se tud róla. Szegény Enyvik, ha ezt megtudnám. Drága Louise, tök részeg vagy. Partizárok! Nézd, Louise! Állj! Állj, átkozott lengyel banditák! Álljatok meg! Várj ide! Segíts! A kocsit nem vihetitek el! Rodrablő népség! Legyetek átkozottak! A félje malája keresztett titeket! Nem jutok messzire, betel barátok! Anna, milyen remek ez a buli. Hogy vagy? Évek óta nem találkoztunk. Mesélte Daniel, hogy Robert elmegy Itáliába egy évre tanulni? Annyira vágyik Európába, és most kapott egy éves ösztöndíjat. Iszonyú hosszú lesz ez az év, az fix. Elmegyünk együtt előtte egy körutazásra. De egyszer el kell engednünk a gyerekeinket, nem? Egyszerre csak felnőnek és útra kelnek. És Olaszország tényleg érdekes lehet. Róma, Firenze, Velence. Elnézést, Mrs. Gorska. Igen. Ez lengyel név, Gorska, nem igaz? De igen, mint a híres lengyel színésznő, Irena Gorska. Imádom. És maga beszél lengyelül? Igen, a családommal otthon lengyelül beszélünk. Én lengyel vagyok. Segítene lefordítani valamit? Természetesen. Különleges tudakozó. Proszę, potrzebuję numer pana Tomasza Limanowskiego. Jakie miesto? Mi? Város. Város? Melyik városban? Krakóban? Igen, proszę sprożyć Krakóban. Krakóban nincs Tomasz Limanowski. És Varsóban? Viszlát, ciao. Köszönjük. Megint telefonáltál? Apa már kérdezte, hol vagy. Csak, hogy jól vagy-e. Miért lógsz egész nap a telefonon? Sajnálom, hogy aggódtatok. Titkos viszony? Nem. Vicc volt. Kicsit öreg vagy már. Köszi, Beka. De komolyan. Mi történt veled? Ez apa nagy napja. Elvesztettem valamit. Ezt nem hiszem el. Mit? Hogy hazudozol. Apa már mondta, hogy néha olyasmiket mondasz, amik nem egészen úgy vannak. Köszönjük a megkérdést. Hát itt vagy. Köszönöm, hogy megszervezted. Ismered a feleségem? Nem, sajnos nem. Örvendek. Alice és John McKenzie. A feleségem Hannah. John, sokat hallottam magát. Jaj, miket mesélt? Daniel nagy csodálója. Így igaz. Mesélt a kísérleteimről, egerek és LSD. Megpróbáltam felvenni a halucinációikat. Micsoda egy marhaság. Add nekem is egyet. Kösz. Te meg mióta dohányzol?
Sosem láttam rá gyújtani, soha. Lehet újra kezdem. Újra? Megnézem, hogy vannak a szülei. Elnézést. Há, ne édesem. Mi bajod van? Ma valahogy olyan fura vagy. Valami rosszat csináltam. Miért nem gyújthatnék rá anélkül, hogy kérdőre vonnál? Ne haragudj, de... Persze, gyújts rá, ha akarsz, persze. Rendben. Semmi köze hozzád. Minek? Milo mi panya poznać. Milo mi panya poznać. Milo mi panya poznać. Milo mi. Megszökned. Hol az anyám? Mi folyik itt? Semmi hírt nem kaptam. Anyád jól van, nincs semmi baja. Maria szobájában lakik. A németek kidobták a házból. És Cseszláv? A bátyád szokás szerint hősként viselkedik. Ahogy hallom, ő is jól van. Hanna, ő itt. Ő itt, János. János, ő itt, Hanna. Jane, dobri. Hanna Zilberstein, a mennyasszonyom. Hozok takarót meg ennivalót. Nem maradhattok sokáig. Túl veszélyes lenne. Az SS keres, amilyen gyorsan csak lehet, tovább kell állnotok. Kerítek valami biztonságos helyet. Csinkujicsi. János, tudod, merre van Cseszláv? Ki tudja. Hol itt, hol ott. Az ellenállás katonái nincsenek sokáig egy helyen. Ezért vannak életben. Szerintem Varsóban. Figyelj rám. Hoztam dokumentumokat. Oda kell adnom neki. Varsóban kitört a felkelés. Elűzik a németeket, nem tudjuk megtalálni. János, muszáj megtalálni. Képzeld el, először is felvettem Franket. Igaz, Frank? Elnézést. Valami baj van, Mrs. Gorska? A feleségét keresem. Valaki keresi telefonon, de sehol sem találom. Oké, oké, oké. Sajnos nem találom. Hagy neki üzenetet? Jó, egy pillanat. Igen? Igen. Aha, írom. Uh-huh.
Mama. Hogy sikerült megszöknöd? A nevem Hannah Silberstein. Összeházasodunk. Milomi panya... Panya Poznacz. Milomi panya Poznacz. Maga német? Igen. Hova valósi? Berlinbe. És zsidó? Igen. Szeretnék négyszer közt beszélni a fiammal. Nem, maradj csak itt. Tudom, hogy amiket átéltél... Nem vehetsz el zsidó lányt. Hogyan? Egyszerűen lehetetlen. Még sosem beszéltél így. Soha az életben. Mert még nem kellett soha. A zsidók nem voltak részei a világunknak. Anya, tudod te, hogy mi történik odakint a világban? Szabadulj meg tőle! Túl veszélyes! Neked is, meg nekem is! Nem maradhatok. Bárki elrejt, ha nem vagyok itt. Elmegyünk máshova. Együtt. De nem mehetsz el nélkülem. Elmegyünk a bátyám feleségéhez. Magdalénához. Hidd el, ő nagyon jó asszony. Milyen forró vagy. Minden rendben lesz, Hannah. Minden rendben. Belázasodott. Rengeteg vért vesztett. Csak te segíthetsz, mama. Menj ki, fiam. Menj, itt csak útban vagy. Menj, menj, menj! Manovszkáné. Janusz! Janusz! Már kerestelek? Hannah beteg. Itt a kocsi. Elmehetsz vele Cseszlávhoz. Most? Igen, 20 perc múlva ér a találkozó helyre.
és nem fog várni rád. Mama. Mennem kell, mama. Légy szíves, vigyázz Hannára, csak néhány napig tart. Sietek vissza. Hanna. Hanna. El kell mennem. Két nap múlva visszajövök. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Hallod? Ez biztos ő. János, ígérd meg, hogy elviszed Magdalénához. Számíthatsz rá. Jó reggelt, főhadnagy úr! Jó reggelt! Keres valamit? Igen, a lovász fiút keresem, hogy nyergelje fel a lovamat. János, mindjárt előkerül. Most főztem kávét. Megkínálhatom egy csészével. Jöjjön be, ott megvárhatja. Egy csésze kávé jól esne. Köszönöm. Kerüljön bejjebb. Nyugodtan üljön le, főhadnagy úr. Köszönöm. Hans von Eidem a nevem. Nagyon kényelmes a ház. Még csak két hete vagyok itt, de már is otthon érzem magam. Az elődöm rémes összevisszaságot hagyott hátra, de az embereim majd rendet raknak. Nagyon jók és megbízhatóak. Köszönöm. Szívesen. Én magam is egy lovas tanyán nőttem fel Hannover közelében. 6 éves korom óta rendszeresen lovagolok. Bizonyára gyönyörű gyermekkora volt. Igen. Van gyereke? Van, de mind nagyon messze van. Kér bele tejet? Nem.
A katonáim nem tudnak rendesen lovagolni, ezért szoktam reggel egyedül kimenni. A lovászfiú mutatott egy nagyon szép utat, látszik, hogy ért a lovakhoz. Janusz? Igen. A gesztenye szín igazi tártos. Tudja, melyiket mondom, az a lángvörös, az a... Trakenerkanca? Maga is ért hozzá. Szerettük a lovainkat. Én is az enyémet. Első rangú. Bocsásson meg egy percre. Mi történt? Semmi. Megjött a lovász fiú, kérem. Remek. Akkor megyek. Még egyszer kösz a kávét. Thank you.
1944. novembere. Tessék, itt van. Mindjárt jövök. Csás. Jedna sekunda, jedna minuta, jedna godzina, jeden dzień, jeden tydzień, jeden miesiąc, jeden rok, na dżanki lat, na dziesiątki lat, na wieczność, na wieczność. Na wieczność. Nadajemy wiadomości dla Warszawy o podpisaniu układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Do niewoli trafiło 15 378 powstańców, w tej liczbie 922 oficerów. Wśród nich około 2000... Magda! Do obozów pracy w Mühlberg i Hamburgu 15 370 ludności cywilnej. Warszawa. Próbuje się namówić naszych żołnierzy do odrzucenia praw dla jeńców wojennych. Wielu z Sok warszói ember turcolni. Munkatáborokba, Németországban. Nie? Warunki w obozach pracy są tragiczne. W barakach jest zimno. Raz na dzień więźniowie dostają... Mit akarsz itt? Hideg van. Na és? Ne szaglász körülöttem, menj innen! Csak azt néztem, nem hetyeksz-e más férfiakkal, amíg szegény Cseszláv nincs itthon. Talán te is reménykedsz? Ki nem állhatlak? Én se téged. Kifelé. Azt mondtam, kifelé! Mirek buta. Mióta elhagyt a család gonosz lenni, és bolond. Sok család, Armia Krajova, zsidó családok. Mirek dolgozik a németeknek, oroszoknak, szörnyű. Szörnyű? Szörnyű. Te nem félni, nyugalom. Nyugalom. Fegyver kellene. Kis híja volt, hogy le nem lőttelek. Túl késő jeleztél. Várj meg itt. Tessék. Köszönöm. Ismered Cseszláv Limanovszkit? Nem. Hanna! Hanna! Szabad, előjössz! Ki volt az? Jó ember. Armia Krajova, honi hadsereg. Ismeri Tomást? A férfi... Ismeri Tomást?
Tomás együtt van Cseslávval? A két testvér együtt? Igen, Cseslav Tomás testvér. Te meg én nővérek. Siostri. Rozumiesz? Ma csak két tojást találtam. Köszönöm. Gyere! Gyere! Ez jó nap lesz. Finom reggeli. Tükrös tojás. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, naďoju, sedm, osiem, Magda! Hanna! Cseslav megjönni! Hanna! Örülök, hogy megismerhetlek. Dzień dobry. Tomás már sokat mesélt rólad. Köszönöm. Dziękujem. Hol van Tomás? Nem együtt voltatok? De igen, kis ideig, de Tomás elment Varsóból. Korábban. Azt hittem, hogy Tomás ide jött. Nem. Ki jött még veled? Senki? Jerzy se? Jan? Max? Tomás jóval előttem eljött Varsóból. Akkor láttam utoljára, amikor elindult Varsóból, egészséges volt. Volt egy kis seb a lábán, de semmi komoly. A fotográfiák. Már Londonban vannak. A képek nagyon jó bizonyítékok. Nem tudom, hogyan tudta a kamera bevinni a lágerba. Képek? Igen. Milyen képek? Milyen bizonyíték? Tomás kicsempészte a negatívokat. Erről mi nem is tudunk. Mm.
Tomás, kicsömpészte a negatív filmet a táborból. Előhívta, elhozta nekünk. És mire kell bizonyíték? A háborús bűnre. Hana, nem tudhattál róla, mert ha elfognak, megkínoznak. Tomás tudta a szabályt, ezért megvédett. Ez szerintem fantasztikus volt, nem? Elnézést. Daniel, tudom, hogy mérges vagy, ne haragudj. Nem vagyok mérges. Hol voltál? Csak kiszaladtam, hogy vegyek egy csomag cigit. 5 percre, de... De hát, mi vagyunk a házigazdák. Mindenki téged keresett. Csak egy kis időt kérek, ez olyan nehéz. Eltűnsz, aztán olyan kifogással jössz, hogy cigarettát vettél. Nem hazudtam, csak nem tudom még elmondani. Nem, csak azt mondod, hogy nem mondod el, amitől aztán az egész kétszer olyan nehéz. Ha van valami gondod, akkor az nekem is probléma, úgyhogy avasd be, légy szíves. Nem. Ebben nem. Ez az én ügyem. Mrs. Wilcox, Mrs. Levin vagyok. Köszönöm, hogy visszahívott. 2 órával ezelőtt kaptam meg az anyagot és átnéztem. Tud még valamit mondani az interjú kapcsán, amit észrevett? Például, hogy hol készült az interjú? Nem is tudom, azt hiszem BBC riport volt. És hogy körülbelül mikor volt? Most 1 éve? 5 éve? Nem tudom, nem olyan rég. Van még valami, ami eszébe jut? Nem, most semmi más. Gondolkozom rajta. Az oroszok sok iratot elzártak előlünk. Még mindig nevek ezrei hiányoznak. Rendben. Jelentkezünk írásban, ha találunk valamit. Türelem, lehet, hogy lassan megy. És még valami. Gondoljon arra is, hogy van, aki nem is akarja, hogy megtalálják. Természetesen. Értem, mire gondol. Köszönöm. Szerintem Tomás nem jön vissza. Valószínű, hogy meghalt. Magda, muszáj megmondanunk. Ne! Olyan sokan vannak odakint. Vajon hova megy ez a sok ember? Hana. Egy hónapja vagyok itt. Tomás mesélte, hogy mindig nagyobb sikered volt a lányoknál, mint neki. Mama. Gyere be. Az oroszok beköltöztek a házba. Örülök, hogy te jól vagy. Hanát szívesen látjuk. Maradhat.
amíg csak akar. És az én Tomásom? Ő hol van? Tomás hiába halt meg, hiába az áldozat. Nem. Lengyelországért. A te Lengyelországod elvette a kisebbik fiamat. Az én Lengyelországom? Csesláv azért állt be a föld alatti mozgalomba, hogy imponáljon neked. Utána ismertem meg. A butha elveid miatt volt Tomás évekig fogságban. Tomás felnőtt ember. A ti honi hadserege kihasználta a fiatalokat, akik nem tudták, mit csinálnak. Egy hiba, és évekre lágerbe csukták szegét a nagyszerű célokért. És te? Téged nem érdekel Lengyelország? Végignézed, ahogyan elfoglalják előbb a németek, most meg az oroszok? Mi érdekel téged egyáltalán? A családom! Tönkretettétek a családomat! És sose bántottalak! Soha! Elég! Ne beszéljetek itt Tomásról. Lehet, hogy még életben van. Semmit se tudunk. Tomás, zsie! Mi folyik itt? Kérdezd anyádat. Oroszok. Zavaj, le a kocsiról! Szedjetek össze mindenkit! Büszne! Senki sem maradhat oda benn! Zavaj! Nyissatok ki az ajtót! Zavaj! Czeslaw Limanovsky! Te vagy Czeslaw Limanovsky? Válaszolj! Mivel vádolnak? Te velem jössz! Magdalena Limanovska hol van? Magdalena Limanovska meghalt. Meghalt? Igen. Na, majd meglátjuk, hogy meghalt-e. De várj, elvezetni! Mit állsz már ott? Kifelé! De várj, kifelé, mindketten! Szaporán, gyerünk már kifelé! Na mit bábolsz? Mozogjatok már! Davaj! Davaj! Magda! Fel a kocsira! Hagyjátok végig! Hagyjátok! Hagyjátok! Davaj! Davaj! Ne! Az öreg lány, ne! Kérdem, mert ide hagyod! Mire Szibériába érünk, elpatkolnak! Nem jelentenek magukra veszélyt! Kérem, engem vigyenek el! Kérem! Menjen kérem, már odébb! Kérem! Anya, vissza a házba! Anya, ne tedd meg nekik ezt a szívességet! Ne csinálj butaságot! Menj haza, de gyorsan, davaj! Büsnéje! Nad kołyską z
za serce Twe i świętość warg i dobroć rąk. Jak śpiewać pieśń u Twoich nóg, bym cicho klękł. Drágám, semmit se szeretnék jobban, mint hogy egy napon a saját szemeddel olvashasd ezt a levelet. Meg kell tennem, ami pillanatnyilag a legnehezebb, ugyanakkor, amit helyes meggondolok. Visszatérek Berlinbe, mert nem tudom, hová mehetnék. De bárhol is legyek, a szívemben élsz. Mindig várni foglak. Megmentetted az életemet. A mindenem voltál, ami csak lehet egy ember egy másiknak. Örökre a te Anád. Limanovszkáné, én most elmegyek. Viszontlátásra. Mitkommen. Steh auf. Hanna. 73.804. Mitkommen. Hanna. Hanna. Komm. Hanna. Hanna. 73.804. Mitkommen. Ich liebe dich. Gyere, feküdj le. Hallom, hogy csak járkálsz fels alá. Ha nem bírod tovább, akkor hagyj el végre. Hagyj elruhatni. Ez brilliáns megoldás. Ha nem tetszik, álljak odébb. Nem hibáztatnálak. Nem tudom, mit tehetnék. Hanna, eszemben sincs elhagyni téged. Miért nem? Boldogabb lennél. Te boldogabb lennél, hogyha tudnád, hogy eljutottam odáig, hogy már fontolgatom?
Ne félj, fel tudsz idegesíteni, ki tudsz borítani. Erről van szó, ugye? Honnan tudod? Hogy ne tudnám? Azt hittem, hogy ez a keresés jót tesz. Hogy segít feldolgozni. Miről beszéltek? Ez meg ki? Tomás Limanovszky. A megmentő. És most keresteted? Igen. Azt mondták, hogy meghalt, de... nem volt bizonyíték. Nagyon édes fiú. Ugyanakkor ez a kalap furcsa. Kedves Mrs. Levin, örömmel tájékoztatom, hogy találtunk egy Tomás Limanovszky nevű férfit Lengyelországban, Rinszk városában.
A New Yorki irodának sikerült beazonosítania az 1945-ben bejelentett kérése alapján. Személyesen vettem kézbe az ügyét. Mivel olyan sokáig kellett várnia az információra, és az elszenvedett sérelmek miatt, megadom önnek a telefonszámát. Tomás Limanovszky, Rinsz, 5827. Halló, Limanovszky. Kivel beszélek? Hanna Zilberstein vagyok. Ki? Hanna Zilberstein meghalt. Halló? Halló? Hanna Zilberstein vagyok. Legyen szíves, ne tegye le. Hanna Zilberstein. Te vagy Hanna Zilberstein. Igen, én. Hanna, te élsz? Hogy találtál meg? A tévében láttalak, egy filmben. Egy interjúban, Amerikában. Ott laksz? Amerikában? Igen, New York Cityben. Brooklynban, egész pontosan. Ez csodálatos. Tamás! Bocsáss meg. Nem találom a szavakat. Igen, a tévében hallottam, hogy rólunk beszélsz. Szemtanúkat kerestek. És mivel tanár vagyok... Mit tanítasz? Az mindegy. Jó hallani a hangodat. Nagyon jó. Terhes voltam. Tudtál róla? Most leveszem. De majd hívlak még.
Anna? Mama? Biztosan éhes vagy. Készítek valamit. Hol vannak a többiek? Cseslavot elvitték az oroszok. Munkatáborba vagy börtönbe hurcolták. Nem tudom, hogy hol van. Magdát is elvitték. És Hanna? Ő meghalt. Hogyan halt meg? Nem tudom. Talán beteg volt. Mi történt? Annyira féltem, hogy sose látlak többé. Papa! Mától új tanterv lépett életbe. A kommunisták törölték a honi hadseregről szóló részt. Tudok róla, de ez még nem ok, hogy elkés a vacsoráról. Felfogtad, hogy mit mondtam az előbb? Kislányom, figyelj rám! A körzeti előjáró sem tudja befolyásolni a döntéseiket. Mit tehetnék? Na de te legalább mesélhetsz róla. Két tanárunk nyilvános vitát akar. Szeretnénk mi hamarabb megjelentetni az újságban, mielőtt még késő lesz. Csak remélni tudom, hogy a tanáraidra jó állás vár Amerikában. Nem hinném. Egyszerűen bátor emberek. Figyelj rám! Az újság miatt bajba kerülsz. Elúszik az ösztöndíjad, nem lesz diplomát se. Miért? Nem mi okozzuk a problémát, mi csak írunk róla. Anyád biztosan támogat. Nem is áll velem szóba, mióta nálad lakom. Meg is mit vártál? Hogy írok neki egy kis levélkét? Hogy vagy én? Jól, azt hittem, meghaltál, ölel, Hanna? Nem, nem, persze, hogy nem. Csak azt hittem, hogy engem is beavatsz. Nem gondoltam, hogy teljesen kizársz az életedből. Te úgy viselkedsz, mintha le akarnék lépni vele. Te sem merült benned? Nem. Papa, mi van veled? Hanna Zilberstein él. Felhívott telefonon. Nem hagynak békén az emlékeim, nem tudok felejteni. Próbálok elbújni előlük, de mindig megtalálnak. Azt hittem, hogy már túl vagyok a múlton. Vége. De sosincs vége. Tomás az életét kockáztatta a szerelemért. Ez persze egy köszönöm. De ennek ellenére tény. Ez tény. Olyan tény, amit elfelejtettem, hogy tovább éljek. Mikor már biztosra vettem, hogy meghalt, megtiltottam magamnak, hogy felidézzem ezeket az emlékeket. Csak hogy nagy hibát követtem el. Mert nem halt meg. Ez azért elég nagy tévedés volt. A nagyra becsült tények alapján alaposan mellé... Az lenne a legjobb, ha elmennél hozzá, ha találkoznátok! Ez a tévedés vezetett a mostani életemhez. Egy nagyon jó élethez.
Kedvesem, köszönöm, hogy elengedtél Tomáshoz, hogy találkozhassunk. De te vagy az én szerelmem, és most miattad is megyek hozzá. A tudat, hogy él, felszabadított. Magyar hangok: Mezei Kitti, Szatmári Attila, Vándor Éva, Orosz István, Fedák Fabó Györgyi, F. Nagy Eszter, Kapácsi Miklós, Németh Attila, Laudon Andrea, Koncz István. Magyar szöveg Bán Szilvia, hangmérnök és vágó Gáti Péter, gyártásvezető Pesti András, szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.